Jó estét kívánok nézőinknek! A Munka Világa mai műsorában egyebek mellett arról beszélgetünk, minek köszönhető, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a képzeletbeli dobogó tetején végzett egy felmérésen, amelyen a vállalkozásokat vették górcső alá a hatóságok, az állami önkormányzati szervezetek gyakorlatát. Köszöntöm nézőinket és vendégünket, Janovics Lászlót, a Dél-Dunántúli Munkaügyi Központ főigazgató helyettesét, akit arról is faggatunk, hogy mit jelent a régió számára az új munkahelyek a sikerért program, és hogy a szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása hol tart. Köszöntöm műsorunkban. Történt egy felmérés, a Kamara a vállalkozásokat, 216 vállalkozás körében végzett egy felmérést, ahol kiderült, hogy a hatóságok közül a munkaügyi központ munkáját értékelték a legjobbnak. Miért lehetett ez? Én nagyon örülök annak, hogy a vállalkozások, a vállalkozók a kérdés meg kérdezés alapján erre az összesített eredményre vagy véleményre jutottak. Nagyon sokat dolgozunk ezért, nagyon sokat dolgozunk valamennyi kirendeltségünkben, munkatársaim nevében is mondhatom azért, hogy a munkaerőpiacon egy olyan szolgáltató szervezetként funkcionáljunk, a munkaerőpiac két szereplője, két nagy tábora között, az állást keresők és az állást kínálók között, hogy mindenki megtalálja a lehetőségekhez mérten azt, akit a másik oldalon keres. Próbálunk a vállalkozásoknak a legjobb munkaerőt megtalálni, próbáljuk a munkavállalókat foglalkoztathatóság szempontjából a legjobban felkészíteni a munkavállalásra, illetve próbálunk segíteni a vállalkozóknak különböző támogatások biztosításával, támogatások nyújtásával bővíteni a foglalkoztatást, illetve hát most itt a gazdasági válság idején ugye inkább a munkahelyek megtartásáról kell beszélnünk, mint sem, hogy foglalkoztatás bővítésről, bár most is vannak olyan vállalkozások, akik még ebben a piaci helyzetben is, mert ugye olyan szegmensben dolgoznak, hogy bővíteni tudnak. Illetve hát a másik oldalon az álláskeresők esetében pedig próbáljuk megtalálni a nekik legmegfelelőbb munkahelyet, a legmegfelelőbb munkáltatókat, és nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök annak, hogy az erőfeszítéseinket értékelik a partnereink. Munkavállalók oldalára is utalt, pontosan volt a felmérésnek egy ilyen része is, hogy az emberi oldalt is értékelték a vállalkozások, és ebben messze torony magasan a munkaügyi központ vezetett. Igyekeznek akkor ezek szerint az alkalmazottak is az emberi oldalát. Így van, a foglalkoztatási törvényben is szerepel az, hogy humán szolgáltatásként nyújtja azt a tevékenységet a munkaerőpiaci szervezet, amit végez, és mi igyekszünk ennek megfelelően működni is a napi munkánk során. Minap volt egy kerekasztal beszélgetés, amikor szintén egy hasonló témát feszegettek, a jogszabályi környezetet. A munkavilágának a jogszabályi környezete, az mennyiben felel meg az igényeknek, mennyire lehet emellett dolgozni? Hát nagyon bonyolult és nagyon összetett a jogi szabályozás itt a munkahelyi területen. Az, ami, hát ugye van egy 91 évi 4-es törvény, ami a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, ami az alaptörvénye a munkaerőpiaci szervezetnek, természetesen nyilván más alaptörvények mellett, mint a munkatörvénykönyve, az alkotmány is lehetne sorolni ezeket. Ez 91 óta gyakorlatilag, mint alapjogszabály, rengeteg módosítással együtt él és dolgozik. Hát szakmai berkekben már elkezdődött a vita arról, hogy talán érdemes volna egy új, modern foglalkoztatási törvényt készíteni, nem a régit toldozgatni. Azt hiszem talán, hogyha hirdetnének egy ilyen versenyt, hogy a legtöbbet módosított törvény, akkor erre a foglalkoztatási törvény bizony erre jó eséllyel pályázna a dobogós helyek valamelyikére. Igen, sokszor kellett módosítani ezt a jogszabályt.
Ami a mi munkánkat a jogi szabályozás tekintetében nehezíti, az sokszor az, hogy a parlamentben meghoznak törvényeket, amelyeket nekünk jogalkalmazóként alkalmazni kellene, viszont a végrehajtási szabályok sok esetben nem kerülnek kiadásra arra az időre, amikortól a törvényi szabályozás már hatályos, és ez nagyon sok esetben a jogalkalmazásnál okoz problémákat, túlmunkát, pluszmunkát, és hát nem beszélve arról, hogy a végrehajtási szabályok megalkotásakor lehet ahhoz az informatikai rendszert is hozzáigazítani. Tehát ez nagyon sok egyrészt értelmezési problémát okoz a végrehajtásban, itt a kezdeti szakaszban, másrészt pedig ugye túlmunkát, pluszmunkát jelent, hogyha ezt nem informatikai támogatással, hanem kézzel, lábbal kell itt ügyeket nyilvántartani, döntéseket hozni, azoknak a végrehajtását végigvinni. Ezt nem paraszként mondom, csak ez túlmunkát jelent. Ezeken a területeken akkor hogyan lehetne? Kollégáinkon. Hogyan lehetne előrelépni? Említette ezeket a jogalkotásbeli felmerülő problémákat, illetve gondolom más típusú problémák is felmerülnek. Az előrelépés lehetősége az miben lehetne meg a munkaügyi központ tevékenységében? Hát nekem nem tisztem, hogy a jogalkotásnak itt tippeket adjak a jogalkotóknak. Nekem köztisztviselőként az a dolgom, hogy ami jogi szabályozás, tehát ami törvények, szabályok vannak, azokat a szabályokat megpróbáljuk az adott keretek között nyilván tekintettel a humánus szempontokra, vagy a végrehajthatóság szempontjaira végrehajtani. És ezen keretek között ilyen szellemben dolgozik mind a 20 kirendeltség a Dél-Dunántúli régióban, és ilyen szellemben irányítjuk a munkaügyi szervezetet innen Pécsről. Akkor térjünk át egy konkrét munkaerőpiaci programra, az Európa Kulturális Fővárosa program vagy projekt kapcsán a Városi Önkormányzattal, illetve a Pécs 2010 Management Központ KHT-val egy együttműködés részeként el fog indulni majd egy program, amiben többek között munkanélküliek is szerephez jutnak. Mi lesz ez a program? Így van. Azt gondoltuk, hogy ez talán soha vissza nem térő alkalom a város számára, hogy ilyen projektet bonyolíthatunk le. Ez a 2010 Európa Kulturális Fővárosa, ez egy óriási lehetőség, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagy felelősség a mi számunkra. És megkerestük már jó ideje korán azokat a szervezeteket, akikről azt föltételeztük, hogy majd munkaerőigénnyel fognak jelentkezni. Gondolok itt a gazdaság szereplőire, a kamarára, hogy milyen vállalkozások, milyen területeken lesz majd munkaerőigényük, hogy ne akkor szembesüljünk azzal, hogy fölépítenek 5 szállodát, 20 éttermet, hogy akkor most állítsuk ki egyrészt az építkezéshez az építő brigádokat a hozzá kapcsolódó szakemberekkel és a betanított meg segédmunkásokkal, és majd utána, amikor működtetni kell ezeket a szállodákat, akkor az odavaló szobalány, recepciós szakács, séf, meg mindenféle személyzettel, hanem akkor erre föl tudjunk készülni. Ez a dolognak az egyik része, hogy erre próbálunk fölkészülni. A másik része pedig, amire ez a konkrét program irányul, hogy hogyan tudjuk segíteni azt a szférát, azt az önkormányzati, non-profit, civil szférát, aki a kulturális rendezvények szervezésében, illetve az idegenforgalomhoz kötődő rendezvények bonyolításában munkaerőigénnyel jelennek meg, és azért a civil szférát támogatjuk, tehát ezért választottuk külön. Tehát az előbb említettem, hogy a vállalkozói szférának a munkaerőigény biztosítása szempontjából milyen kezdeményezéseink vannak, a másik oldalon pedig a civil szférán, amelyben nem a profitjából, vagy nem biztos, hogy a bevételeiből ki tudja termelni a teljes költségeit. Ez a program erre a szférára, tehát a civil non-profit önkormányzati szférára irányul, hogy itt a régióban 300 olyan
munkanélkülinek adjunk munkalehetőséget, lehetőleg regisztrált álláskeresőnek, ez feltétel volt, és lehetőleg diplomásoknak, akik ezeknél a szervezeteknél ilyen kulturális szervező, vagy a szervezet tevékenységével összefüggő feladatokban tevékenységeket látnak el, de mindenféleképpen kell, hogy a kapcsolódását az LKF rendezvényekhez, vagy az LKF programokhoz megtalálják. Ugye ez az a bizonyos új munkahelyek a sikerért program. Igen. Ez a 300 ember hogyan 150. kerül? 150 ember, bocsánat. Hogyan kerülhet be ebbe a bizonyos véráramba? Átképzéssel esetleg, hogy pontosan a civil szervezeteknek megfelelően Igen. tudjanak segíteni? Csak Pécsről kerülhetnek be az emberek? Vagy hogyan? Ez egy régiós program, és nem csak azért, mert mi régiós munkahelyi központ vagyunk, hanem ezt a menedzsment központ is kommunikálja, hogy Pécs LKF kulturális főváros, ez nem csak Pécs városi ez a program. A városnak nagyon sok együttműködési megállapodása van a régió, szinte azt hiszem valamennyi városával, hogy részt vesznek a programokban, és mi magunk is egy ilyen régiós lefedettségű programot terveztünk meg. Tehát itt a pályázók között, mint Somogy, mint Olna megyei pályázók is vannak szép számmal. Természetesen azért Pécsről van a legtöbb, és itt tehát arányosan azért mind a programok koncentráltsága, mind pedig a lakosság arányához viszonyítva Pécs azért ebben meghatározó szerepet játszik. Ahogy említettem, a pályázóknak el kellett készíteni a pályázatukat. Hát 2,5-szeres volt a pályázati igény, mint amire lehetőségünk volt. Tehát egy nagyon komoly zsűri előzte meg, és ebben a zsűriben szerepet kaptak természetesen az LKF Menedzsment Központ, a Pécsi Önkormányzat és a Tudományegyetem szakembereinek a segítségét is igénybe vettük. És így született egy olyan javaslat, ami alapján kiválasztásra került az a nyertes kör, akik ezt a 150 embert most gyakorlatilag itt március elejétől föl tudják venni. Hogy regisztrált álláskereső, diplomás regisztrált álláskeresőként hogy tud valaki ebbe a programba bekerülni, föl kell keresnie azt a nyertes pályázót, aki a Regionális Munkahelyi Központ honlapján ezeknek a szervezeteknek a listája megtalálható a www.ddrmk.hu honlapon, és ott be lehet adni az önéletrajzukat ezekhez a szervezetekhez. Én föltételezem, hogy nagyon sok szervezetnek már, amikor a pályázatot írta, már megvolt a jelöltje arra, hogy ki, amennyiben nyerek a pályázaton, akkor ki az a regisztrált álláskereső, akit én foglalkoztatni akarok. Sok esetben ezt be is írták a pályázatukba, hogy igen, én egy 50 év feletti regisztrált álláskeresőt fogok foglalkoztatni, míg másokat írtak. De tudok sok olyan szervezetről, akinek nincsen meg az embere, aki a kirendeltségtől kéri a kiközvetítést, az erre a programra kiközvetíthető és alkalmas álláskeresőket. Tehát két lehetősége van annak, aki ebbe be akar kerülni. Tehát vagy közvetlenül a szervezetet keresni meg, ez mondjuk talán a gyorsabb útja ennek, vagy pedig az is lehet, hogy a kirendeltségen vagy a Pécsin, vagy a régió bármelyik kirendeltségén jelentkezik, hogy ő ebben a programban szeretne részt venni, és akkor ott a kollégák tájékoztatják őt arról, hogy az adott kirendeltségen ki az nyertes pályázó, és akkor segítenek a kapcsolatfelvételben. Nem csak ez egy 1 milliárd forintos támogatással megvalósuló program, emellett az Út a munkához elnevezéssel is indul egy másik program, erről mit kell tudnunk? Igen, annyit pontosítanék, hogy ez az 1 milliárd, ez 3 évre értendő, igen. Tehát ennek a 150 embernek gyakorlatilag a munkahelyi központ 3 éven keresztül a bér és a járulék költségeit finanszírozza, és ez kerül valamivel több, mint 1 milliárd forintba. Ehhez a teljesség kedvéért hozzátartozik, hogy a munkaerőpiaci alapirányító testülete központi forrásból 150 millió forinttal hozzájárul. Ennyivel segíti meg a központi keretből a mi programunkat. De ez egy régiós program, ezt itt mi döntöttük el a helyi szereplőkkel, az önkormányzattal, menedzsment központtal, egyetemmel közösen.
A másik, az Út a munkához program, ez egy központi program. Ezt a kormány döntötte el az elmúlt év második felében őszén, hogy egy olyan programot indít el, amelynek célja az, hogy a munkaerőpiacon a leghátrányosabb helyzetű rétegek számára egy olyan programot bonyolítson, ami az ő munkaerőpiaci integrációjukat, reintegrációjukat, a munkaerőpiacra való visszavezetésüket hatékonyan segíti. A nagyon nagy problémája, tehát hogy mi is miért van szükség erre a programra. Nagyon komoly problémája a magyar gazdaságnak, vagy foglalkoztatásnak, vagy foglalkoztatás politikai probléma, hogy Magyarországon alacsony a foglalkoztatási ráta. A foglalkoztatási ráta az azt mutatja, hogy mennyi a munkaképes korú lakosságból hányan vannak, hányan dolgoznak. Ez Magyarországon a tavalyi adatok szerint 56,1%, most nyilván ez a szám, ez a válság következtében ez csökken. De itt a régióban ez a foglalkoztatási ráta, ez gyakorlatilag alag haladja meg az 50%-ot. Ez azt jelenti, hogy a régióban minden második munkaképes korú ember dolgozik, vagy nem dolgozik. És ez nagyon ez nem csak foglalkoztatási probléma, hanem ez ennek a hatásai, hogy ennyi, tehát ilyen sok ember van, aki nem fizet adót, nem fizet járulékot, és hát tessék megnézni, aki újságolvasó vagy híreket figyelő ember, hogy azért ezeknek a nagy rendszereknek nagyon súlyos és komoly problémái vannak, hát nem véletlenül beszél a kormány itt ezeknek a nagy rendszereknek az átalakításának a szükségességéről, mert hát ugye ezeket valahogyan finanszírozni kell, és miből lehet finanszírozni? Hát abból, hogyha minél több ember dolgozik, és minél több ember a legális gazdaságban dolgozik, tehát ezt, és a legális gazdaságban szerzett jövedelmei után adókat és járulékokat fizet. Ezekből lehet ezeket a... És ez a program, ez erre irányul, hogy tegyük munkavállalóvá, tegyük adófizető emberré azokat emberekké, azokat a leghátrányosabb helyzetű embereket, a rendszeres szociális segélyezetteket, akik gyakorlatilag a segélyekből élnek. A rendszeres szociális segélyezettek azok az emberek voltak, akik már a munkanélküli ellátásukat kimerítették, akik már nem jogosultak így munkanélküli ellátásokra, és az önkormányzat más egyéb lehetőség hiány rendszeres szociális segélyt állapított meg számukra. Ennek a programnak a célja az, hogy ezt a kört, ezt a réteget, ezeket az embereket, és ezek között sok olyan van, akik már sok éve nem dolgoztak munkahelyen, hanem vagy alkalmi munkából, vagy közcélú, közhasznú, közmunkából tartották el magukat, és emellett nyilván a segélyből éltek. És ennek a programnak a célja az, hogy az önkormányzatok feladatává tette azt, hogy és ehhez a forrást is biztosítja számukra, hogy egyrészt közfoglalkoztatási tervet készítsen el minden önkormányzat, és ezt a célcsoportot pedig közfoglalkoztatásba vigye. De nyilván ezt megelőzően az önkormányzatoknak ezt a célcsoportot át kell tekintenie, meg kell néznie, hogy akik december 31-ig rendszeres szociális segélyezettek voltak, hogy ezek közül kik azok, akik alkalmasak arra, hogy dolgozzanak, és kik azok, akik nem alkalmasak egészségű állapotuknál, családi körülményeiknél, gyerek elhelyezési probléma, vagy életkoruknál fogva nem alkalmasak arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacot, mint reális célt meg lehessen számukra célozni. Ezeknek nyilván az önkormányzat az új rendszerben is a rendszeres szociális segélyt állapítja meg. Míg a másik részüknek, akikre azt mondja, hogy igen, ezeknek dolgozniuk kell, mert dolgozni tudnak, mert hogy a képességük, az egészségű állapotuk és a többi ez erre lehetővé teszi, ezeknek úgynevezett rendelkezésre állási támogatást állapít meg az önkormányzat. Ugye a szakzsargonban RÁT-nak hívják, rendelkezésre állási támogatás. Ezek
nek a munkahelyi kirendeltségekkel kell együttműködési megállapodást kötni, és ezen kör számára kell az önkormányzatnak ezt a úgynevezett közfoglalkoztatást megszerveznie, és közfoglalkoztatást bonyolítania. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és elfogadta a meghívást. Megköszönöm nézőinknek is a figyelmet. Viszontlátásra! Köszönöm szépen!